Köszöntöm a stúdióban Juhász Nagy Juditot, a Miskolc Holding ZRT gazdaságfejlesztési igazgatóját. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Ugye Miskolc az észak-magyarországi régió központja, ami sok előnnyel, de ugyanakkor nagy felelősséggel is jár. A város gazdaságának egyik legnagyobb erőssége az ipari parkokban rejlik. A mai beszélgetés során két zöldmezős ipari parkról lesz szó, ugye az egyik a Déli Technológiai Park, a másik pedig a Mehatronikai Ipari Park. Erről a két ipari parkról beszéljen nekünk egy picit bővebben, hogy mit kell ezekről a parkokról tudni, milyen paraméterekkel rendelkeznek. Miskolcon belül két ipari parkunk van. Az egyik a Miskolci Ipari Park, ez egy 230 hektáros ipari park, ennek egy része, ez az úgynevezett Mehatronikai Ipari Park, amely ennek egy 72 hektáros területe. Azért szoktuk leginkább ezt emlegetni, hiszen itt áll rendelkezésre olyan zöldmezős terület, amely új beruházások fogadására alkalmas, és itt láthatunk most nagyon dinamikus előrehaladást, illetve építkezéseket, tehát ha valaki a város északi részén jár, akkor már az autópálya elkerülő szakaszról láthatja azokat az új épületeket, amelyeknek a kivitelezése épp most fejeződött be, illetve jelenleg is zajlik. Itt van aktualitásunk is, illetve van folyamatban lévő beruházás is. Az egyik, aminek nagyon örülünk, az az, hogy éppen a jövő héten lesz az új légimentő bázisnak az átadása. Ebben sokat dolgoztunk együtt az itteni helyi kollégákkal, illetve a készenléti rendőrséggel, mind Miskolca, mind pedig a budapesti kollégákkal, vezetőkkel. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem csak a városunk számára, hanem a teljes térség, illetve a régió számára nagyon fontos, hogy legyen egy olyan új, korszerű, biztonságosan működő légimentő bázis, amely a teljes térséget kiszolgálja, és bár ez talán egy picit szokatlan, hogy pont egy ipari parki területen működik, viszont a kórház közelsége miatt ez volt ideális helyszín, itt tudtunk egy-egy hektáros területet értékesíteni a magyar állam számára erre a célra, és nagyon örülünk, hogy elérkeztünk oda, hogy most már felépült, és megtörténik majd az ünnepélyes átadása ennek a bázisnak. És közvetlen ennek a szomszédságában van az a 23,5 hektáros terület, amelyen a Robert Bosch Partos Kft. Valósítja meg azt a 100.000 négyzetméteres logisztikai központ beruházását, amelynek az ünnepélyes bejelentésére az idei februárjában került sor a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Ez nagyon dinamikusan halad ez a beruházás, tehát tényleg azt mondhatom, hogy hétről hétre változik a területnek a képe, és mindezek szomszédságában pedig a Sherwin Auto fejezte be az idejében a kivitelezési munkálatokat, illetve a mellette lévő IG Park beruházását is éppen a közelmúltban mutathattuk be egy közös sajtónyilvános bejáráson. Hogyha már az aktualitásoknál tartunk, akkor a másik ipari parkban milyen aktualitásokról lehet beszámolni, illetve ezzel kapcsolatos beruházásokról? Itt a Miskolc Déli Technológiai Parkban, és talán itt egy pillanatra annyiban megállnék, hogy ennek miért más a neve, ez miért technológiai park. Itt olyan cégek működnek, amelyeknek olyan jelentős innovációja, kutatásfejlesztési tevékenysége van, amely alapján az arra illetékes minisztérium megítélte ezt a technológiai park kifejezést. Azt gondolom, hogy itt megint csak a Miskolci Egyetem közelsége egy olyan kulcsfontosságú tényező, amely segíti ezeket a cégeket abban, hogy ezeket a technológiai intenzív, illetve fejlesztési tevékenységeiket megvalósítsák, és ami mindennek a keretét adta, az egy olyan három ütemben megvalósított fejlesztés sorozat, aminek az eredményeként lényegben 10 év alatt 4,3 milliárd forintból valósult meg az az alapinfrastruktúra, amire szükség volt. Mire gondolok? Tehát például 3,5 kilométeres útszakasz épült meg, ennek az utolsó elemét éppen a hónap elején adtuk át, egy összekötő útszakaszt, és ezáltal észak-déli irányban most már teljesen átjárhatóvá vált az ipari park, de épült ugye közvilágítás, buszmegállók, intelligens utastájékoztató rendszer, csapadékvíz hálózat, illetve elektromos hálózat, ilyen tételek. Tehát én azt gondolom, hogy mostanra ez a Miskolci Technológiai Park, ami 260 hektáron helyezkedik el, ez most már egy összközműves területnek tekinthető, amely tényleg bármilyen beruházás fogadására készen áll.
Összességében a két zöldmezős ipari parkban mennyi hely áll még rendelkezésre? Az északi területen, tehát a Miskolci Ipari Parkon belül a mechatronikai ipari parkban ott nagyságrendileg 10 hektár van még. Egyébként ez is már magántulajdonban olyan cégeknek a kezében, akik fejlesztéseket kívánnak megvalósítani, tehát ott az önkormányzat, illetve a Miskolc Holdingnak jelenleg értékesíthető területe már egyébként nincs. A Miskolci Technológiai Parkban ott egy kis nagyságrendű, tehát egy mondjuk egy másfél hektáros terület van még Miskolc Holding tulajdonban, viszont van egy nagy léptékű terület, egy 85 hektáros terület, ami állami tulajdonban van az InPark Kft.-nek a tulajdonában, illetve még egy 5, illetve egy 10 hektáros terület, amik viszont szintén már magántulajdonban vannak fejlesztői kézben. Ugye nyilván mindig az a cél, hogy minél többen érkezzenek ide, és ezek az ipari parkok minél jobban telítve legyenek, de mégis, hogyha elfogy, vagy elfogyni látszik a hely, akkor van-e lehetőség újaknak a létrehozására, és hol? Igyekszünk e vonatkozásban is előre gondolkozni és előre dolgozni. Azért ez a 85 hektáros terület, ez egy elég nagy lépték, azt kell mondanom, tehát itt akár tényleg sok kicsi, vagy akár több nagy beruházás is elfér, de már készítettünk egy fejlesztési koncepciót arra az esetre, hogy hol tudunk és hogyan tudunk tovább lépni. Ez nyilvánvalóan időzítés, illetve forrás függvénye. Itt nagyon várjuk azt, hogy például az uniós források mikor válnak elérhetővé, ez nyilván nagyban befolyásolja azt, hogy ténylegesen mikor tudunk ennek a munkának neki kezdeni, de azt gondolom, hogy addig is erre a 85 hektára fogunk tudni koncentrálni, hiszen ebben együttműködünk a tulajdonossal. Ugye a cégek, vállalkozások tekintetében néhány konkrét példa már említve volt, de összességében milyen jellegű vállalkozások, milyen jellegű csarnokok, üzemek működnek ezekben az ipari parkokban? A Miskolc Ipari Parkban van több olyan vállalkozás, amely már régóta ott tevékenykedik. Itt azt gondolom, hogy a két Bosch cég azért nagyon meghatározó, a már meglévő gyáregységeik is részei magának a Miskolci Ipari Parknak, illetve ebben a bizonyos mechatronikai ipari parkban ugye az egyik Bosch cég fejleszti jelenleg ezt a logisztikai központot. Itt azt adtuk annak idején, amikor a mechatronikai ipari park elnevezést adtuk, akkor azt gondoltuk, hogy kicsit a járműiparhoz, illetve akár a fém megmunkáláshoz kapcsolódó tevékenységek jöhetnének szóba, és azért azt látjuk, hogy valóban a járműipar az jelentős arányt képvisel az itt működő cégek tekintetében, tehát mondjuk a top 5 foglalkoztató közül 4 valóban a járműiparhoz kapcsolódik, és a Miskolci Technológiai Parkban a meghatározó foglalkoztató is járműipari cég. Milyen munka zajlik a háttérben annak érdekében, hogy a még kihasználatlan helyekre a megfelelő cégek érkezzenek, azok, akikről biztosan tudják, hogy jó helyük lesz itt Miskolcon, akik kamatoztatni tudják azt, amiük már most megvan? E vonatkozásban szorosan együttműködünk mindazokkal a szereplőkkel, akik bármilyen módon tudnak beruházásokat idehozni Miskolcra. Ebben azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelt szerepet tölt be a Külgazdaság és Külügyminisztériumhoz tartozó Nemzeti Befektetési Ügynökség Non-Profit ZRT. Jellemzően náluk jelentkeznek azok a nagy volumenű beruházást tervező külföldi befektetők, akiknek a legjobb helyszínt igyekszik az ügynökség megtalálni, de együtt dolgozunk például olyan vegyes kamarákkal, amelyek különböző országok kötik össze Magyarországgal, tehát például a Német-Magyar Kamara azt gondolom, hogy egy nagyon fontos partnerünk, és további olyan fejlesztőkkel, vagy tanácsadó cégekkel, akiket a külföldi befektetők megkeresnek, amikor helyszín után néznek. És ha az együttműködésről beszélünk, akkor ezeken a kapcsot vagy csatornát képező szereplőkön túlmenően azt gondolom, hogy itt a helyi szereplőket is érdemes megemlíteni, hiszen a Miskolci Egyetem, vagy akár a Szakképzési Centrum egy olyan komoly partner, aki minden beruházás kapcsán felmerül, hiszen a munkaerőigény az egy nagyon fontos tényező. Azonban azt is látni kell, hogy van még két másik olyan szempont, ami a beruházásoknál felmerül. Az egyik az, hogy a közműigényt azt ki tudjuk elégíteni, és ebből a szempontból is azt kell mondjam, hogy nagyon szoros az együttműködésünk a szolgáltatókkal. Itt kiemelném az MVM-et, aki
Én azt gondolom, hogy itt nálunk is erőn felül teljesít, hiszen az energia ellátás az nagyon-nagyon kritikussá vált, kritikus szemponttá vált az elmúlt időszakban, és nagyon segítőkész, nagyon együttműködő az itteni szervezet és a kollégák, és mindenben támogatják a beruházókat. A másik pedig a Borsod-Bolyzen-Plin vármegyei kormányhivatal, hiszen minden fejlesztésnél a szükséges engedélyeknek a megszerzése az egy kulcsfontosságú tényező, és mikor megszületik egy döntés egy beruházásról, akkor onnantól nagyon felgyorsulnak az események, hiszen akkor a lehető legrövidebb idő alatt szeretnék megvalósítani a beruházást, és azért az engedélyeztetési eljárás az mindennek valahogy akkor a startköve. És az nagyon fontos, hogy eddig a pontig mennyi idő alatt jutunk el, és nagyon nagy köszönet jár az itteni kollégáknak, tényleg a vezetőknek, főosztályvezetőknek is, hiszen nagyon konstruktívan, támogató jelleggel, és tényleg a lehető legrövidebb eljárási idők igénybevételével segítik azt, hogy a szükséges engedélyeket meg is kapják a cégek. Ugye számos információ elhangzott az ipari parkokról, nyilván a zöldmezős ipari parkokról, tehát azok a nézők is, akik esetleg nem annyira vannak otthon a témában, képet kaphattak arról, hogy Miskolc határaiban mi is zajlik tulajdonképpen. De hogyha egy picit kitekintünk, és nem csak Miskolc vonatkozásában beszélünk, hanem akár az egész országról, a többi város ipari parkjait összehasonlítva, erőforrásait összehasonlítva Miskolc nagyjából hol helyezkedik el? Én azt gondolom, hogy mi egy olyan térségben vagyunk, ahol még azt gondolom, hogy az utolsó munkaerő tartalékok megvannak, tehát azért tekintetben kezd most már Magyarország is nagyon kifeszítetté válni, és amilyen bejelentéseket látunk, hallunk, amilyen munkaerőigények elhangzanak, tehát azt gondolom, hogy a piac az nagyon ki fog éleződni ebből a szempontból, és be fognak indulni olyan folyamatok, hogy elkezdenek majd a munkavállalók mozogni, főleg az új beruházások kapcsán új lehetőségeket is keresve. Itt a mi térségünkre koncentrálunk, épp a tegnapi napon volt Nyíregyházán egy bejelentés egy újabb gyártóegység kapcsán. Ugye, ha Debrecen felé nézünk, akkor is azt látjuk, hogy ott is egyre több olyan cég jelenik meg, amely markáns munkaerőigényt vetít előre. Illetve én azt gondolom, hogy a mi esetünkben azért Kassa is egy olyan szereplő, aki szintén ebben a 80 kilométeres körzetben, ugye most már autópálya köt össze bennünket, ráadásul ugye, ha valaki euróban kapja a fizetését, az egy kedvező dolog lehet. Tehát, hogy mindezekre a településekre odafigyelünk, figyeljük, hogy milyen új beruházások jönnek. Úgyhogy úgy tapasztalom, hogy a helyi foglalkoztatók is nagyon-nagyon figyelik a munkaerőpiacot. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk a stúdióban. Köszönöm a meghívást.